Az idei legrangosabb megyei kitüntetést a Prokomitátus Somogy díjat Kaposvár polgármesterének Szita Károlynak ítélte oda a megyei grémium. A városvezetőt 1999-ben az év polgármesterévé is választották. De hadd értékeljem úgy, hogy ez a díj valamennyi Kaposvárit megilleti. Valamennyi Kaposvárit megilleti, és hadd értékeljem úgy is, hogy Somogy megye azt üzeni Kaposvárnak, hogy hajrá. Csak így tovább. A városvezető szerint a megye új feladatai letisztultabbak és valósabbak lesznek, így többet tud segíteni majd a megye településeinek is. A megyei önkormányzat, Somogy megye most megkapta azt a funkciót, amely egy olyan valós funkció, amelyel meggyőződésem, hogy érdembe tud tenni és tud segíteni Somogy megye polgárainak, és ez a legfontosabb. A területfejlesztési források helyben történő elosztása minden somogyi település érdeke, mondta a kitüntetett városvezető. Az idei megyenapon közel 1 tucat somogyi településről érkeztek kitüntetettek. Somogy polgáraiért díjjal 3 egyesület munkáját is díjazta a megyei grémium, köztük a Kötél önkéntes tűzoltó és életmentő egyesületet is elismerték. Úgy hiszem, hogy 1500-nél több eseménynél voltunk ez idáig a 14 év alatt, hiszen 14 éves az egyesület. Hát megmondom őszintén, nem is érzem jól magam ebbe a mundérba, szívesebben mentem volna menteni, de eljött ennek is az ideje, úgy látszik. Hivatástudat és szerető család nélkül azonban mindezt nem lehet csinálni, véli az elnök, aki a munkáltatóknak is megköszönte a támogatást. A művészeti és sportegyesületek mellett 17 magánszemély munkáját is Somogy polgáraiért díjjal ismerték el. Köztük az éppen 10 esztendeje pappá szentelt Nyéki Kálmán atya közéleti és hitéleti tevékenységét is díjazták. Azt gondolom, hogy igazából ez a kitüntetés nem nekem szól, hanem mindazoknak az embereknek, akik még ma is hisznek Istenben. A jótékonysági táboroztatás mellett az atya az elektronikus médiában is segíti a hitéletet, a televíziós mise közvetítéseket rendszeresen ő szervezi. Reméljük, hogy tudjuk folytatni ezt, és az emberek mind otthonukban is megkaphatják, még akkor is, hogyha betegek, azt az érzést, mintha jelen tudnának lenni a Szent Misén. A hagyományokat nem tisztelni és múzeumba zárni, hanem éltetni kell, mondta az ünnepség egyik résztvevője. A megye életében sokat dolgozó, tevékenykedő kitüntetetteket a Szotó Vóce énekegyüttes és a szintén kitüntetett Nagy Boldogasszony Katolikus Gimnázium fúvós zenekara köszöntötte.